A szórakoztató ipar az emberi érdeklődés megszámlálhatatlanul sok fajtáját kiaknázta már, és legyen szó filmekről, játékokról vagy éppen animékről, az emberi igényeket minden fronton számtalan formában szolgálja ki. A szórakozás a legtöbb ember igénye, aminek kielégítése napjainkban ugyan nem minden esetben oldható meg maradéktalanul, akár a mindennapi rohanás, vagy éppen a megfelelő szórakoztató anyag hiányában, de tény és való, hogy minden embernek megvannak a maga alapvető igényei ezeket számos az ember életében aktuálisnak számító tényező is befolyásolhatja, és hangulat függő lehet, hogy az ember milyen minőségi rátával bíró anyagot választ a fáradalma kiheverése céljából. A jelenlegi témánk, a Killing Bites történetesen a bűnös élvezett kategória iskolapéldája, mert bár a külső látszat ellenére képvisel különböző értékeket, viszont tény és való, hogy az emberben felelhető, legalantasabb igények kielégítésével próbálja a szórakozás örömét átadni a nézőknek. Úgy mint vér, erőszak és erotika. Vajuk csak be, amíg van emberiség, addig ezekre mindig lesz igény. Persze ebben összességében nincs semmi elítélendő, hiszen ezek a tényezők mindig is a szórakoztatás részét képezték. Már a római birodalomban is ott voltak a mai elvekkel összeegyeztetetlen, de akkor teljesen természetesnek ható gladiátor mérkőzések, amik az emberek vérszomját elégítették ki. De beszélhetnék még az akkori igen perverez szabadidő eltöltési formákról is, amik ugyebár teljesen hétköznapi és elfogadott dolgok voltak akkoriban. A vér, erőszak és erotika igénye már réges-rég az emberiség természetes igényei közé olvat. És persze természetesen nyilván sokan vannak azok, akiket hidegen hagynak az efféle dolgok, de ilyen igények voltak, vannak és mindig is lesznek. Azonban ami tényleg fontos, hogy a szórakoztató ipar ezeket a tényezőket mégis hogyan használja fel, és ezek alkalmazásával milyen minőségű produktumokat képes előállítani. Ezekre tesznek fel mindent, vagy ezek alkalmazása mellett minőségi anyagot adnak ki a kezeik közül. Ott van például a God of War széria. Féktelen brutalitásnak és kegyetlenségnek lehet részese az, aki nekivá Kratos kalandjainak, az erotikával túlfűtött jelenetekről meg nem is beszélve, viszont emellett ebben a sorozatban a valaha készített egyik legjobb hack and játékai tisztelhetjük nagyszabású, izgalmas történettel, mesterén visszaadott görög mitológiával, hatalmas epik faktorral és tökéletes -jel. Tehát mindent összevetve, az e-file tartalmak felhasználásával is simán lehet minőségi tartalmat alkotni. A lényeg csupán csak az, hogy ezek mennyire vannak előtérbe helyezve. A produktum szerves részét képezik, és a közreműködésükkel az alkotás további szegmensével karöltve minőségi egészt alkotnak. Vagy esetleg a nézők efféle igényeit pofátlanul meglovagolva próbál szórakoztató lenni, miközben az alkotás bizonytalan lábakon álló szegmenséről kétségbe próbálja elterelni a figyelmet. És akkor térjünk rá a jelenlegi témánkra, a Killing Bites-ra, Főszereplőnk, na jó, idézőjeles főszereplő statisztánk, egy nomotó nevű srác, akit a sors egy nap összehoz egy hitomi nevű lányjal, akiről hamar kiderül, hogy a látszatnál sokkal veszélyesebb és szőrösebb. Ú, ez furán hangzott! A lényeg, hogy a lány egy hibrid, konkrétan egy félig ember, félig méhész borz fölri, aki mostantól főhősünk életének részévé válik. Ezeknek a hibrideknek számtalan példánya felelhető a világon, akik egyébként kísérletek születjei, és mellesleg valamennyiük bizonyos frakciók tulajdonában állnak. Továbbá fontos tényező a Killing Bites nevű verseny, amik során négy frakció, az úgynevezett zajbacuk mérik össze az erejüket. A Killing bites minden zajbacú egy-egy három fő csapatot küld, amiknek aztán egy a harcokra fenntartó szigeten meg kell küzdenie egymással. Ezen a versenyen tehát 12 hibrid vesz részt, és mindegyiknek van egy amolyan irányítója, aki a parancsokat osztogatja nekik a harcok során. És ahogy már sejtetitek, az események közrejátszásának köszönhetően nomotót nevezik ki hitomi, vagy ahogy mindenki szólítja, rátel párjának. Így a élethalál harcban a lány sorsa az ő kezében van. Az alapszituáció röviden ennyi. A sorozat első negyedében megismerik a karaktereket, utána pedig megkezdődik a cselekmény érdemi része, a Killing Bites nevű viadal. Vegyük sorra, hogy mégis mikben jeleskedik az anime. Először is maguk a hibridek megalkotásában. Ugyebár a hibridek mindegyike egy bizonyos állattal van keresztezve: Tigris, Gepard, Krokodil, Gorilla, Nyúl voltak éppen a Killing Bites elég sokféle ember-állat kombinációt felvonultat, és ami igen hangulatos, hogy ezeknek az állatoknak az adottságait és tulajdonságait rendkívül hitelesen és kreatívan építették bele a hibridek úgymond képesség arzenájába. Minden támadás és képesség, amit a hibridek használnak, azt az alapjukul szolgáló állat is tudja, csak persze nem olyan erősen. És az már csak haba tortán, hogy ha egy hibrid beveti valamelyik technikáját, akkor a ideges orgánumú narrátor hangulatosan megrajzott állóképe kíséretében hitelesen elmagyarázza az adott állat skilljét, úgymond, amit a belőle kreált hibrid éppen bevetett. És ezek között egyébként volt olyan is, amiről világosan emlékszem, hogy évekkel ezelőtt természet filmben láttam. Úgyhogy mi ez, ha nem hitelesség? Egyébként, természetesen minden hibridnek van teljesen emberi alakja is, és az akaratuktól függően akkor alakulnak át, amikor nekik tetszik. Az viszont nem volt teljesen tiszta, hogy miért van az, hogy egyes hibridek az átalakulásukat követően teljesen elveszítik az emberi mi voltukat, míg más példányok meg nagyjából emberszerűek maradnak. További pozitívum még maga az akció. A hibridek összecsapásai rendkívül intenzívek, pörgősek és látványosak. Ám a csetepatéknak nem ezek az evidensnek számító tényezők a legnagyobb erényeik. A harcokból egyszerűen sugárzik a vadállatiasság. A készítők brilliánsan adják át azt az érzést, hogy itt nem egyszerű egymással hadakozó harcosokat látunk, hanem igazi vadállatokat. Mert ahogy a hibridek több sebből vérezve egymásnak ugranak, és áldázzú karmolják, tépik és marcangolják egymást, az egészen adrenalin pumpáló élmény a harcok tehát intenzívek és szórakoztatóak, és az is tetszett, hogy az esetek többségében nem is voltak egyoldalúak. Egyszer az egyik áll jobban, egyszer meg a másik. A szereplők pedig a harcok során szépen egyre jobban leamortizálódnak. A végső boss harcért pedig külön piros pont jár. Amiben pedig még jeleskedik ez az anime, az ennek az egész romlott rendszernek az ábrázolása a gazdag felső osztály, akik nyakig benne vannak a Killing bites ban illetve a Zajbacuk vezetősége, és minden játékos, aki egy hibridet irányít, az egész bagázs egy elborult elmélyű, veleig romlott banda. Igazából a Killing Bytes nagy mérkőzései a videó elején is említett gladiátor összecsapásokat idézi. És érződik, hogy ennek részvevői között csak is a jellemtelen főhősünk az, akinek helyén van a szíve. Rajta kívül itt mindenki pszichopata, pénzéhes, romlott vagy jándere. Most nézzétek meg, ezek biztos, hogy mindannyian a kakegurúi iskolájába jártak. További pozitívum még a zene. Egyszerűen wow. Bár itt főleg csak az akció közbeni zenékre gondolok, de azokat valami eszméletlenül hangulatosan megcsinálták. Olyan erő és intenzitás sugárzik belőlük, hogy az összecsapások során hatalmas lapáttal tesznek rá a hangulati és az élvezhetőségi faktorra. Véleményem szerint a zenéi anyag itt igen sokat hozzátesz az anime élvezhetőségéhez. A karaktergárda nem rossz, vannak benne érdekes figurák, és érdektelenek is, de az jó pont, hogy a legtöbb karaktert azért van módunk valamilyen szinten megismerni. A szereplők közül most csak hitomit emelném ki. Nos, ő aztán a menő női karakter iskola példája. Ha ez a lány suliba járna, akkor tuti, hogy egy kemény sajbandának lenne a vezetője. Nagyon vagány, belevaló és elszánt lány, akinek az arcára és a jellemére a készítők rendkívül jól adták vissza a méhészborz vadállatiasságát. Egyszerűen sugárzik belőle a zabolázatlan vadság, és a harcok során érződik, hogy piszkosú elemében van. Elszántan és félelmet nem ismerve harcol, és nem nyugszik, amíg az ellenfelé szét nem methéli. Hitomi nem fél a haláltól, hanem magához öleli és a képébe röhög. A Borz agressziója a viselkedésén is megszokott mutatkozni, és Nomotót is hajlamos megfenyíteni már egy rossz szóért is, de igazából szó sincs róla, hogy kiállhatatlan lenne a jelleme. Ő olyan karakter, akivel ha az ember eltalálja a közös hangot, akkor jól ki lehet jönni, Mellesleg a múltját is egész jól megismerhetjük, érzelmekben gazdag flashbackek képében. Akit még megemlítenék, az a humor faktornak számító nyúlány, akinek komolyan mondom, hogy nem volt olyan jelenete, amin ne vigyorogtam volna. Grafikai szempontból úgy gondolom jól teljesít a Killing Bites. A design tetszető is, bár nem tökéletes. A karakterek jól néznek ki, a hibride külsőjét is remekül eltalálták, valamint a harcok meganimálásában sem lelhető fel sok panasz. Nem mehetek el szó nélkül az epizódok végén lévő extra jelenetek mellett sem, amik zseniálisak. Viszont! Hiába vannak ezek a pozitívumok, ettől függetlenül az anime le se tagadhatná, hogy a szórakoztatás oroszlán részét a korábban említett három tényezőre összpontosítja. Hiába vannak erősebb szegmensei az animének, ettől függetlenül itt mégis csak a véren és a csöcsökön van a hangsúly. A történet alapból gyengeresztés, de ezen tényezők mellett még lényegesen butábbnak is tűnik az összkép. Igazából a Killing Bites, ha belegondolunk, olyan negatív sztereotípják megtestesülése, amilyenek a tudatlan animét nem ismerő és leszóló réteg illetheti ezt a műfajt. Mert hogy az ilyen emberek milyennek is látják az animéket? Véresnek, erőszakosnak, bizarnak és pornográf elemekkel telinek. Azaz olyannak, mint a Killing Bites. Egyébként, ha már itt tartunk, vér és darabolás bőven akad az animében, de mondjuk messze nem annyira durva, mint mondjuk egy Helsing Ultimate. Ez a brutalitás pedig az anime jellegéből adódóan azért illik a sorozathoz. Az erotikus jeleneteknek viszont az a legnagyobb baja, hogy borzasztóan erőltetettek, öncélúak és főként teljesen értelmetlenek. Mindenféle indok nélkül robbannak a néző képébe, bármiféle figyelmeztetés nélkül. És ilyenkor valóban, még ha nem is túl sokszor, de kínosan lezuhan az alkotás színvonala. A készítők részéről sokkal jobb döntés lett volna, ha az anime jól működő szegmensébe öltek volna több energiát, ahelyett, hogy ilyen hatásvadász pornó tartalmakkal próbálták volna meg feldobni az animét. Mindent összevetve az anime legnagyobb hibája egyértelműen az, hogy úgy próbál szórakoztatni, hogy ezekre a tartalmakra helyezi a hangsúlyt, miközben a történet nem nyújt semmi maradandót. Viszont a Killing Bites egy szórakoztató anime. Minden epizódját vártam hétről hétre, és igazi vérpesdítő szórakozás biztosított minden alkalommal. Hiába vannak fájó negatívumai, a cselekmény végig pörög, az összecsapások adrenalin serkentő élvezet és aprítások, amiknek az élményét a zene teszi teljessé. A hibridek megalkotása és az állati tulajdonságaik animébe való átültetése meg egészen kreatív a Killing Bites igazi bűnös élvezet, amiből egy fárasztó nap után igen kellemes kikapcsolódás megnézni pár részt. Ha túlteszed magad a hibáin, akkor egy izgalmas, élvezetes és szórakoztató animében lehet részed. Ami a befejezését illeti, nos a meglepő fordulatokat tartogató utolsó rész után a lezárás ordít a folytatásért, mert bár a történet többé-kevésbé lezárul, viszont a záró képsorokban egy új sztoriszál veszi kezdetét, Valamint a történet messze nem tekinthető befejezetnek, így ha egyszer lesz folytatás, azt én már most kíváncsian várom. Köszönöm a figyelmet, Rafanír voltam, sziasztok!